Az Úr legyen veletek, Evangélium Szent János könyvéből, közég neked Istenünk. Abban az időben föllépett egy ember az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt. Ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta. Nem én vagyok a messiás. Ezért megkérdezték tőle. Hát akkor talán illés vagy, nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte. A pusztában kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az úr útját, amint Izajás proféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a messiás, sem illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt. Én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, és akinek még a saru sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Ismerjük mindannyian a történetet az apostolok cselekedeteiből. Hogy amikor Pál apostolt eltöltötte a hatalmas fény, megvakult és leesett a lóról, és egy hangot hallott, hogy Saul Saul miért üldözöl engem. És akkor fölteszi az apostol azt a kérdést, ami mindannyiunkat foglalkoztat Istennel kapcsolatosan. Ki vagy te, uram? Van a Szentírásnak egy olyan fordítása, ahol ez a mondat egy kicsit bővítettebben hangzik el. Ki vagy te, uram, és ki vagyok én? Kimennek a papok keresztelő Jánoshoz a mai Evangéliumban, és megkérdezik Jánostól, hogy ki vagy te? Életünk egyik legfontosabb kérdése, állandó kérdése, és azért feladata is, hogy erre a kérdésre válaszoljunk. Ki vagyok én? Észre sem vesszük, hogy folyamatosan, szinte életünk minden percében válaszokat mondunk erre a kérdésre, legtöbbször öntudatlanul. Amikor például valaki megsért, megbánt engem, a védekező reakcióm azért van, mert hát ki vagyok én, hogy így beszél velem? Spontán az én képünk és az önértékelésünk, az önmagunkról való tudás az, ami ilyenkor bekapcsol, és ezzel elkezdjük a hárítási mechanizmusainkat. Történnek velünk dolgok, nagyon sok benyomás ér bennünket nap mint nap, és ezek folyamatosan belekérdeznek ebbe, hogy ki vagyok én, hogy ez velem megtörténik. Ki vagyok én, hogy tőlem ezt megkérdezik, nekem ezt meg kell tennem, hogy nekem ezen nem végig kell mennem. Ki vagyok én? Tudjuk azt is, hogy legtöbbször erre a kérdésre a válaszainkat egy viszony rendszerben fogalmazzuk meg. Amikor önök hazamennek a Szentmisére, Szentmiséről, és otthon találkoznak a szeretteikkel, a találkozás már spontán adja válaszokat is. Hogy ennek a férfinek a felesége vagyok, ennek a nőnek a férje vagyok, ezeknek a gyerekeknek az apja vagyok, vagy az anyja, ezeknek az embereknek a gyereke vagyok. Az önmagunkra való rákérdezést mindig Másoknak az erőterében tudjuk leginkább megélni, és megtalálni hozzá a válaszokat. Tudjuk, hogy a pszichológia is tanítja, hogy ahhoz, hogy az ember énnek fogadja el magát, megragadja a saját énjét, hogy én én vagyok, az kell egy te, akivel szemben én ezt meg tudom élni. Az ember mindig viszonyrendszerben, ilyen szociális relációknak a hálózatában tud önmagára kérdezni, és az önmaga értékét, igazságát megválaszolni. Kimennek a papok keresztelő Jánoshoz, és rákérdeznek Jánosnak a szolgálatára, Jánosnak a kivoltára, de nem önmagában, hanem a messiás vonatkoztatásában. Te vagy a messiás? Nem. Te vagy a proféta? Nem. Akkor ki vagy? És János elkezd válaszolni a kérdésre önmagáról, a messiásra tekintve, a pusztában kiáltó hang vagyok. Nyilván azért, amit majd János evangéliumában olvasunk, Jézus születéséről, hogy az ige megtestesült, testélet és közöttünk élt. János a hang, mert a messiás a szó, ami, ezt a hangot, ami ebben a hangban van, amely szót ez a hang hordozza, amely ennek a hangnak értelmet, igazságot ad. Ki vagy te? Ki vagyok én? Folyamatosan keressük a válaszokat ezekre a kérdésekre. Folyamatosan meghatározzuk magunkat. És ezt a meghatározást legtöbbször az emberi viszonylataink szerint tesszük meg, éljük meg. Ebben a viszonyrendszerben a mai evangélium azt kéri tőlünk, hogy állítsuk bele az Isten kapcsolatunkat is. Hogy az Isten szemében ki vagyok én? Hogyha ő nekem egy te, az Isten, akkor ki vagyok én Istennel szemben hogyan látom magam, hogyan vezetem le magam, hogyan élem meg magam. Ki vagyok én a jó Istennek? Nem sokára énekelni fogjuk a hiszek egyben ezt a nagyon fontos mondatot, ami a karácsonynak a titka valójában. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Mondhatjuk ezt a többes szám első személyű mondatot egyes szám első személyben is. Értem az emberért, az én üdvösségemért. Leszállottam ennyből. Értem jött el. Vagyis a karácsony az egyik legmarkánsabb válasz arra a kérdésre az Isten vonatkozásában, hogy ki vagyok én. A karácsony egy tükör, amiben belenézve megtalálom az önmagamra való kérdésre, a legteljesebb választ. én honnan tudhatom meg, hogy Isten mit gondol rólam? Hogy hogyan lát engem? Hogy vele kapcsolatosan, hogy tudom magamat igazán érteni és látni? Nézzük meg keresztelő Jánosnak a módszerét. Amikor a papok és a proféták belekérdeznek az ő küldetésébe, és az ő személyi titkába, hogy ki vagy te, János egy bibliai idézettel válaszol. Van egy ószövetségi mottója Jánosnak, és ezt a mottót említi meg, ebben ragadja meg magát, ez írja le őt. Én vagyok a pusztában kiáltónak a hangja. Hivatkoztam az előbb erre a kapcsolatra, amit egyébként Szent Ágoston fejtett ki nagyon szépen, hogy a hang önmagában még nem kommunikáció. Hogyha ez a hang hordoz egy szót vagy szavakat, vagyis kimondjuk ezt a belső fogalmat, ami bennünk van, az már is kommunikáció. Vagyis János és Jézus egymásnak megfeleltethetőek. János valaminek a hiánya, ami beteljesedik, ami megszűnik, mert telítettséget hordoz Krisztus Jézusban. Ki vagyok én? Nézzük meg a saját hiányainkat, amelyekre mindig Jézus lesz majd a válasz, hiszen értem emberért, az én üdvösségemért, az én megválaszoltságomért, jó lakottságomért, boldogságomért leszállott az égből, ahogyan azt a hiszek egyben imádkozzuk. Jézus nagyon sokszor beszél magáról úgy, mint ami egyfajta hiánybetöltő az ember életében. Azt mondja magáról, hogy ő kenyér. Ő a mennyből alászállott élő kenyér. Miért mondja ezt? Azért, mert az emberek éhesek. És éhesek valami többletre, mint amit a boltban meg lehet venni, és meg lehet enni reggelire vagy ebédre. Azt mondja, hogy aki hisz benne, annak a szívéből élő víz folyói fakadnak. Azért mondja ezt, mert az ember szomjas. Az élő vízre, ami több, mint ami a csapból kifolyik, itt egy szellemi valóságról van szó, ezt adja a hit. Azt mondja magáról, hogy ő világosság, Azért, mert az emberben nagyon sok a sötétség, és nem csak a bűnnek a sötétsége, a szenvedés sötétsége, a dilemmáknak a sötétsége, a kétségeknek a sötétsége. Azt mondja magáról, hogy ő út, mert tudja, hogy az ember tévelyeg, nem látja értelmét egy csomó dolognak az életében, keres kiútakat, ő út. Jézus hiányokat megválaszoló valóság, aki a nagy puszta ürességben annak a hangnak értelmet ad azzal, hogy ő ige. Ki vagyok én az Isten számára? Mit látok Jézusban? Ezt meg tudom, hogyha megkeresem a saját hiányaimat, legmélyebb éjségeimet, szomjúságaimat, sötétségeimet, amelyek ott vannak a vágyaimban. És nem feltétlenül a rossz valóságokból fakadnak, nem a bűn csinálja ezt bennem. Ha megkeressük a vágyainkat, megértjük, hogy ki nekem Jézus, és Jézus visszajeletában megértem önmagamat is, hogy ki vagyok én. Ez elsősorban arra van szükségünk, testvéreim, hogy átértékeljük például az imádságot, mert ez a megértés, ez a szemlélése az életem igazságának, önmagamnak Krisztusban, elsősorban az imádságban valósul meg. És itt is látjuk azt, hogy az imádság sokkal több annál, mint hogy az ember versikéket elmond, reggel meg este. Meg hogy, mert becsületesek vagyunk, hát visszajelezzük, hogy köszönjük ezt vagy azt vagy amast. Az imádság sokkal több ennél. Az imádság ennek a nagyon erős lényegnek a keresése, mi az én lényegem, az Isten lényegében. A másik dolog, ami segít ebben a kérdésbe, válasz ez a szolgálat. Mert amikor valakinek a rendelkezésére állok, akkor kibontakoznak a tulajdonságaim, a képességeim, amelyek arról beszélnek, hogy ki vagyok én, hogy milyen titok van elrejtve bennem. Ezért mondták azt a szentek, hogy amikor az ember megtér, vagyis fölismeri az Isten jelenlétét az életében, és átengedi magát ennek a jelenlétnek, amikor megtérünk, akkor a hivatásunkat is felfedezzük, mert megkaptuk a legmélyebb választ abban a pillanatban arra, hogy ki is vagyok én, és a hivatás nem más, mint ennek a kibontakoztatása. De még egy pillanat rájunk itt meg a szolgálatnál amely talán itt Adventben különösen is hangsúlyossá válik azzal, hogy igyekszünk több jót tenni, főleg a rászorulókkal. A szolgálat azt jelenti, hogy segítek a másik embernek, az élete nagy kérdéseinek, vagy a nagy kérdésnek a megválaszolásában, a válasz megkeresésében. Ezért nagyon fontos, hogy bárhogy is teszünk jót, az nagyon-nagyon személyes legyen, vagyis több annál, mint hogy bedobunk valamit a kalapba hanem hogy találkozik a tekintetünk, és segítünk egymásnak a kérdésre a választ megtalálni. Testvéreim, karácsonyra készülünk, és a karácsony ünnepe végső soron nem más, mint az Istennek a tanúság, tétele, vallomása rólam, rólunk emberekről. Kik vagyunk mineki? neki? Ki vagyok én? Említettem már a testvéreknek, hogy a karácsony akkor igazi mélység és felfedezés, hogyha amikor lélekben a karácsonyi szentmisén betekintünk abba a jászolba, akkor ott egy tükröt fogunk találni, azt találjunk, amely engem magamnak visszajelez az Isten szeretetének tükrében, az ő szemeiben, az ő szívében, az ő döntésében, hogy a fiát elküldte értem, mert szeret engem.